Hétforduló utáni 100%-os a Nyíregyháza Spartakusz az NB3 keleti csoportjában, igaz, ezt még a Kazincz Barcika és a Cigánd is elmondhatja magáról. A Spari legutóbb Törtei, Rezes, Kosztics és Pöröskei góljaival 4-0 nyert felső tárkányban. Továbbra is gödörben van a Nyírbátor, amelyen úgy tűnik az edzősere sem segített, az idéglenesen Tóth Tibor által irányított gárda Cegléden szenvedett 7-0-ás vereséget. A tabella élén a 21 pontos Nyíregyháza Spartakusz áll, megelőzve a szintén 21 pontos Kazincz Barcikát és az egy meccsel kevesebbet játszó 18 pontos Cigándot. A Nyírbátor 2 pontjával az utolsó előtti helyet foglalja el a táblázaton. A 8. fordulóban a Nyíregyháza Spartakusz a Putnokot, a Nyírbátor pedig a felső tárkányt fogadja. Mindkét mérkőzés szombat délután 4 órakor kezdődik. A további párosítás: Jászberény Cegléd, 60 Somosese, Kazincz Barcika Cigánd, Tiszaújváros Újpest 2, DVSC Deac Tája és DVTK 2 Reac.